Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia május 3-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai és a mi asztrológiánk szerint. Itt van különbség, de összetudjuk ezt hasonlítani. Az indiai asztrológia szerint ma a nap még a kos jegyében áll, a hold pedig az oroszlán jegyében. A hold és a nap egy harmonikus kapcsolatban áll a tűz elemében. Ez jelenti a bátorságot, a tetteket, a lelkesedést, és ezt a belső harmóniát. A mi asztrológiánk szerint a nap és a hold szintén egy harmonikus kapcsolatban van, de a föld elemében, a nap a bika jegyében, a hold pedig a szűz jegyében. Itt lassulnak a dolgok, viszont minden nyugalmasabb, és ez a föld eleme még azt is mutatja nekünk, mennyire fontos a biztonság érzése, és az is fontos, hogy az anyagiakat rendbe tegyük. De ezen kívül, a harmonikus kapcsolaton kívül van feszültség is, mégpedig a hold és a Vénusz bolygó között. Mindkettő asztrológiánál. Ezt a kapcsolatot kvadrát aspektnak nevezünk, és bizony mutatja a nehézségeket, ami ránk hölgyekre vonatkozik, mert ez a Vénusz energia, de kihat a párkapcsolatra is. Mi váltja ki ezt a feszültséget? Először betekintünk az indiai asztrológiába. Eszerint a hold az oroszlán jegyében, tehát a tűz elemében van, ami aktív és mutatja a lelkesedést. Vénusz bolygó pedig a bika jegyében, a föld elemében. És ez most úgy nem áll össze. Ez túl sok tűz, vagy túl sok föld. Itt kell, hogy valamit kiegyensúlyozzunk. Mi, hölgyek, most hajlamosak vagyunk arra, hogy valamit megpróbáljunk megtartani. De el kell, hogy engedjük. Így aztán lazulhatnak a körülmények. A mi asztrológiánk szerint a hold a szűz jegyében van, és a mindent olyan kritikusan tekint és vizsgálgat, a Vénusz bolygó pedig az ikrek jegyében, a levegő elemében, és ez az energia nem engedi meg, hogy valaki itt precízen vizsgálgasson valamit. Így nincs összeférés, és emiatt kialakulhatnak nézeteltérések, amit mi a párkapcsolatban most átélünk. Van még egy feszültség a Vénusz bolygó és Neptun bolygó között. Ez csalódásokat mutat. Vagy vannak ilyen emlékeink, és az szomorúvá tesz bennünket, vagy van egy kapcsolat, és itt vigyáznunk kell arra, amit közlünk, mert előfordulhat, hogy a párunk másképp nézi a dolgokat, és ez csalódásokhoz vezet. Az indiai asztrológia szerint a Vénusz bolygó, ami bennünket, hölgyeket is szimbolizál, az a föld elemében van, és ez kihat ránk, hölgyekre, és mi szeretnénk a biztonságot, nem csak az anyagiakat illetően, hanem
a párkapcsolatban is. És mi ahhoz hajlamodunk, hogy kérdéseket teszünk, ami a másikat zavarja. Mert a férfiak ezt nem akarják most hallani. És emiatt lesznek nézeteltérések, és ez csalódásokhoz vezet. Tehát ez jobb, ha mi hölgyek nem beszélünk, nem teszünk fel kérdéseket. Így sokkal jobban stabilizálódik minden a szerelmi élet területén. Neptun az indiai asztrológia szerint a levegő elemében van, és kell, hogy a párkapcsolatban legyen ez a könnyűség. Akkor élhetjük álmainkat. A mi asztrológiánk szerint Vénusz bolygó a levegő elemében van, és ez mutatja, hogy mi hölgyek, kell, hogy ebben a könnyűségben maradjunk, vagy kell a szabadság érzete. Neptun viszont a víz elemében, és szeretne az érzelmekről beszélni, hogy ki az, mi hölgyek, vagy a férfiak, akik szeretnének az érzelmekről beszélni, de itt is fontos a kiegyensúlyozottság, mert ha ez el van túlozva, akkor a másik visszahúzódik, és ez is csalódásokhoz vezethet. Az indiai számítás szerint Mars bolygó a határon van, még a kos jegyében, de hamarosan átkerül a vízöntő jegyébe. Változik az energia. Ezt érezzük, ha arról van szó, hogy melyik irányba tegyünk lépéseket, hol legyünk aktívak. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat is. Jelen pillanatban még visszahúzódóak, vagy elgondolkoznak azon, hogy mit szeretnének elérni az életbe, de hamarosan átkerülnek a levegő hatása alá, ahol a könnyűségek lesznek, vagy új ötletek. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik, ez mutatja, hogy milyen messze van hold a naptól. A mai nap a tizedik tithiben van, és ez a feszültségeket mutatja, de azt is, hogy új irányba kell, hogy tekintsünk, és érezzük azt az erőt, hogy az, ami megvalósítható ebben az új irányban, az gyümölcsözni fog. Nem a mai napon, de a későbbiek folyamán. Valamit rendbe kell, hogy még tegyünk, de gondoljunk arra is, hogy itt lesz a közeljövőben egy új irány. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. A mai holdház, ahol a hold található, ezt a holdházat Purvapalgunának hívják. Ezt úgy tudnám leírni nektek, hogy múlt, jelen, jövő. Tehát valamilyen dolgok jönnek vissza a múltból, kell, hogy várakozzunk, mert ez még idő kérdése, amíg ezek megoldódnak, viszont a jövőben elérjük azt, amit szeretnénk, vagy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani. A holdház arra utal, hogy legyünk még türelmesek. És most az elemekről. Az indiai asztrológia szerint a tűz elemében van nap, hold és Merkur bolygó. Ez mutatja a tetteket, a lelkesedést. A föld elemében van Mars, Vénusz, Jupiter és Szaturnusz bolygó. Ez jelenti az anyagiakat, a biztonság érzetét,
Mars és Vénusz bolygó az elmúlt napokban egy kellemes kapcsolatban állt, de ez most úgy lazul, és inkább ezeket a feszültségeket érezzük a napokban. A levegő elemében van a mi bolygónk, a Föld, és mutatja azt, amire szükségünk van. A levegőre, a szabadság érzetére, új ötletekre, új tervekre, ötletekre és a könnyűségre. A víz elemében nincs bolygó, viszont erre is szükségünk van, mert így tudjuk megtalálni a belső nyugalmunkat, és ez az érzésekre mutat. A mi asztrológiánk szerint nincs bolygó a tűz elemében, ez hiányzik. Ez azt jelenti, hogy nincs lelkesedés, fáradtak vagyunk, viszont kell, hogy ezt az erőt érezzük. Ez lehet egy belső erő is. A Föld elemében van a Nap, a Hold, Merkur bolygó és Jupiter bolygó. Ennek az az előnye, hogy fontos az anyagiakat rendbe tenni. Azt is jelentheti, hogy nyugodtan, lassan tegyünk lépéseket, viszont előfordulhat az is, pontosan egy ilyen napon, amikor feszültség van, hogy mi megpróbálunk valamit megtartani, és el kellene, hogy engedjük, vagy problémák az anyagiak területén. A levegő elemében van Vénusz bolygó, Mars bolygó és Szaturnusz bolygó, ez mutatja, hogy mennyire fontos a párkapcsolatnál a levegő eleme, ami a könnyűségekre utal. A víz elemében van a mi bolygónk, a Föld, és az mutatja, hogy mire van szükségünk, és a víz eleme utal a mi belső világunkra, és az érzelmeinkre. A mai napon ebben a feszültségben jobb lenne ezt magunknak megtartani. Ne beszéljünk most ezekről, ne mutassuk ki az érzelmeinket, mert az csalódásokhoz vezethet. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket! A viszonthallásra!